pontosan azt kell az energiaital. Azt most már veszed? Uh-huh. Majd na, sziasztok! Sziasztok! Tél van, hideg van. Nem és én nem betázni. Szeretek fagyaskodni. Így, hogy gyúl. Nyáron tudjunk orgászni. Milyen nyáron? Tavasszal. Ja, tavasszal. Még az vágod. Gyúrunk most. Gyúrjunk. Gyúrjunk vele. Itt a recept. Mi kell hozzá? Fokhagyma, hal, megkagyló. Fokhagymás, halas, kagylós. Hogy itt találtam ki? Kell hozzá alap. Most fel akartam miktálni. Most olvasgassák. Kit akarsz? Fokhagymás halas alap kell hozzá. Így van. 600 g. Kagylós alap is kell hozzá. 150 g. Hal vagy Hollywood liszt. Abból is 150 g. Kukoricaliszt 50 g, szója 50 g, tojás 8-10 darab, de mi most? Ez már a folyékony? Ez a folyékony része, jól mondod. De amennyit gondoltak, annyit raktunk bele tojást. Ez most ilyen amatőr gyúrás lesz. Jó, amatőr. Amatőr gyúrás lesz, így van. Vágod? Vágom tortát. Tinta hal polip aroma, 125 ml. Fokhagyma aroma, 60 ml. Olaj, azt nem hoztad be, 6 előkanál. Majd behozom. Aminolikvid, abból 10 ml kell. Betain, hogy legyen étvágya a halacskáknak. De nem is mutogatni kell. 2 ml. Egy darab. Só. Egy darab. Bors, egy zacskó. Nem igaz, fél. Kagylós alap. Kagylós alap. Ennyi. Halliszt helyett alap. Kukoricaliszt. Mint nálunk mindig itt van, szója. Só. Tartósítani. Hát, ez aminó pellet valami. Locsoló. Na, jó viseltes. Azért kell elhasználni. Meg kell akra menni. Polip. Meg kell adja el. Pintahal polip aroma. Fokhagyma aroma. Na látod, majd kivágod. Betain. És őrölt fekete bors. Na, rakjuk össze. Tojást már összekavartam. És ezt itt így mindet beleöntögetjük? Igen, de mérünk közben. Na, fokhagymás alap. Duplán megyek, már 2 kiló. 2 kiló lesz. Ezt le is szitárjuk el. Minek? Na, darabosan nem kell bele. De akkor már nem lesz annyira súlya. Ezt lehet, hogy előttek el. De ezek a nagy szemcsék nem kellenek. Akkor egy kicsivel megy többbe. Mert szét fogja dúzni a bolyat. Ez már ebben is kicsit. Melyik a kagylós halat? Az is pont. Most
Ezek nem kellenek, mert ezek... Hát ez több mint 300. Mikor több, akkor nem teszünk be. 150 kiló. Hát 3,9. Kicsit évvel több lesz. Ez duplál. Nem baj, az amatőrök négy csinálják. Az a liszt. Az is három. Szárítani fogjuk, vagy süti, vagy mit? Párolni. Párolni? Hagyd menjen. Nem lesz baja. Mind is kivettük azt a... Fogósabb lesz. Ne rakd el, hát mi az meg? A polisztelisztet szerintem felesleges pitálni. Nem? Nem. Citálni. Azt is citálod? Nem. Akkor ebből kell 100 gram. Most mit csináltál? Most akkor milyen? Szója. Már benne van. Hol? Ja, már benne van. Igen. Só, nem hoztál. Azt majd a tojásod. Bors. Ennek a fele? Az egész már. Az egész. Trüszkölöm. Csináljál rokat? Nem trüszkölök tőle. Jó, összekeverjük. A száraz összetevőt. Egészségemre. Ez a bors volt. Ez a tojás. Tojás. Ebből 10 darabnak a héja benne. Héjastól? Uh-huh. És akkor kellene, amivel ajzét leméred, nem? Ja, hozok. Brickbe belerítünk. Tojás. Tojás. Ez a polipos tinta halas aroma. Ebből ugye 125 milli. De duplán. Ugye duplán. De jó. Annyi élete van, mint a tenger gyümölcse pizzának. Fokhagyma. 120 milli, mert duplán csináljuk. Ebbe fogom kikanalazni az összeset. Betainkból rakunk kettő kanállal. Mehet abból szakba össze ez kutyulva. Krakanalás orvosság. Nézd fel, halacska. Pötyi kutya meg itt nyűszít alapban. Pöttyem. Ebből meg 20. Abból 20, igen.
mi kell olaj? 6, tehát 12. Sima napraforgó olaj. Ez van. De aki jobban mágy, az rohadt bele bármilyen más olajat. Csak ne dízel olajat. Ugye ez nem nálunk a konyháról származik. Ilyen. Minden só. A sima asztali só. Elég? Hát két elég. De jó van, jobban lesz. Jobban tartósít. Nem rossz van. Nem adunk ilyesmit. Elenzítjük benne. Pötyike, fejezd már be. Te ezt nem eszed meg. Majd a kész lesz. Megkóstol, jó? Szereted a választot. Lehet, hogy a szárazokba kellett volna. A sót. Ámba szokták a fékonnak feloldani, vagy így a tojásban. Most egy kicsit kavargatjuk, hogy a só feloldódjon valamennyire. Pötyi, a szirénáz. Már bele? Nagyjából eloldódjuk. Olyan. Jó van az. Poli. Különben ezeknek a konyhai eszközöknek semmi bajuk nem lesz, mert ha nem húsod, semmi bajunk, se akarának, semminek, tehát rossz, hogy nem nyír ki, és nyírom ki. Itt vannak a folyékony összetevők. Na, dobjuk bele a szárazat. És lehet gyurmászolni. Hát, majdnem ugye el kell lenni, mint a tésztának. Itt rakjunk bele. Először csak ajtott jól nyomokat ki. Lesz itt a hányság. Aztán kell már matókai. Mennyi? Szerintem mehet az valami. Ami majd a lisztik, a folyta lisztből is kell. Gyúrjunk, gyúrjunk! Most az egy jó felszívta.
egyik kutya menekül. Újra esett. Na? Nem ébredtem ki. Kálvink belállni? Majd megálltam. De lehet, hogy nem is baj az nem, és szerintem csak szíve. Szerintem még ezt a pihen, akkor még átdődjük, és jó lesz. Most látod, majdnem 4 kiló tészta. Látszik? Nem látszik. Fordítsd már oda, mert nem akarok ilyen kézzel üzélni. Itt nyom meg arra. Leporul. Majdnem 4 kiló. Na, itt összevállom úgyis. Na, oké, ennyi, azt megtakarítsuk, hogy ezenet is megtakarítva, azt hagyjuk pihenni. Na, pihent a tészta. Lehet gyurmázni. Így néz ki. Szerintem jó lesz. Elsőre. Akkor most mit csinálunk? Ugye hurkát. Nem gyurmázom akkor meg. Tudti, hogy jó lesz. Ja. Ide fogjuk betenni. Ez sima hús daráló. Daráló. Egy kicsit átalakítva. Kicsit átalakítva, így van. A rostély. Kicsit meg lett. Spécin, meg lett faragva. Hogy átjön a masszalata. Na most a töltsér. Milyen átmérőjük? Elvileg. 2 milliméterrel kisebb. Nek, mint a... Mint a 20-as kinyomó. Tehát... 18-nak kell lenni. És mind a... Kiválasztunk. Egyet, ami közel áll hozzá. Ez nagyon pici. Ez 16-os. Sárga szerintem. Ez... Nekem a talán nagyobb. 17-30. Ez 17-60-75. Akkor az. Megnézzük ebből. Megnézzük ezzel. Ha nem, akkor vágunk le belőle. Töltjük a hurkát, hozzád felett. Szerintem amúgy is kellett volna inni. A régen a hurkát is így töltötték. Hát de a hurka az lágyabb, ez keményebb. Vagyunk. No, akkor ezt visszatesszük ebbe.
Így. Jó, szorítsd meg. Szépen mondom. Én tekerem, te utálok. Van ilyen jó törött tálcánk. Kicsit már ütött kopott. Ütött kopott, de jó lesz ez. Így. Na, akkor meg a késő, hogy vágod. Vágod csotány? Vágod csotány. A töltsön, vagy töltsön? Töltsön. Jó, meg macska. Nára kíváncsi leszek, hogy mit alkottál. Működni fog-e így. Beleütközik a tetőre. Beleütközök, ezt jól beletöltük. Be kéne fogni a végét, nem tudom, hogy a tudsz. Nagyon, hát nézem. Nem igaz. Itt össze kell teveríteni először. Úgy. Na, most már meg fog indulni, úgyhogy felállsz, azt mondja, figyeljed. Minek álljak fel? Ja, hogy ülve. Jó vagy. Vágom csottán! Szerintem nem lesz jó, nem teverítően rendesen. Szerintem jobb lesz, mint a kézi. Halacskáknak reméljük tetszeni fog. Hát haladósabb így, mintha kézi nyomkodóval csinálnám szerintem. Nem? Thank you.
Na, próbáljunk akkor. Egyet tolunk próbából. Zöldségesből szereztük. Szokták dobni, úgyhogy most is tudtok majd szerezni. Várjál, kezdjünk még egy kis. Olajat, hogy jobban szól a roll. Ki van kurva, és akkor szóltam meg. Két napkenyök olajjal. Egyet? Találni valami rögzítést. Valamelyik selejt lesz. De valamelyik ilyen szép krakot mellett megy. Szép krakot. Gojszlik. Meg esznek a nagykák. Mutassunk egy párat. Most ragadt, ne nagyon ragd össze. Így néznek ki a kis golyók. 20-as, 20 mm. Na, zoomoljál már, nem zoom. Megy ez, mint a karikacsapás, így van? Cukik. Nem kell lenni a boltban, amikor el tudod készíteni a kis. Ja, maradék etető anyagból, így van. Az a kettő már jöhet. Azt aztán vagy az halott, vagy nem. Mi ne halna? Olyan tóra kell menni. Majd el kell tenni Csalinak. Csalizd a gondba. Horog Csalinak. Ebből csalizni tudod, mert csak etetni. Most milyen szépen. Tenyered. Tenyeredbe. Ez egy párt, azt raktad, hogy hagyd zoomoljon rá.
Oda nézem, jár foly. Ijjá. Mi ez? Fokhagyma, hal, kagyló. Meg tutti frutti. Jó illata van. Hal lennék, meg enni. Jó kis tojás is van benne. Azért kell főznie, mert tojás van benne. Tojásos. Viszont víz nincs benne. Kész vagyok. Itt a termés. Nem mind. Nem mind. Ez a párkurka, amit csináltunk. Abból ennyi volt. Egy pár darab golyó. Hát nem tudom, mennyi golyó lett ebből a egy tálca gurkából, de rengeteg. Hát az én szerintem van. Hoppá rajta. Egy kiló. A majdnem 4 kilóból 1 kilót legolyóztunk. Hajszál van rajta. Na már még ebbe is belehullik a hajad, na már még. De jó. Úgyhogy következőnek a párolás jön. Utána zacskó és a fagyóba be. Külön fagyó van a halasztucoknak. Így, így. Nem a kajásütőben. Külön fagyasztóba. Na, hal is látok, elkészült. Le vannak golyózva. Így néz ki. 3 tálca. És akkor most pároljunk. Vizet már öntöttem bele. Rakom a bojlikat. Szerintem ennyi elég lesz, oké. Tetőre. És akkor... beállítjuk. 3-4 perc körül. Letelt a 3-4 perc, így néznek ki most jelenleg. Majd aztán szerintem egyet fölvágunk milyen. Na akkor nézzük meg. Megfőlte. Közepe. Hát, én úgy nézem, hogy igen. Na. Kiszedjük. És utána folyt köv. Ilyen jó kanalat találtam. Csak panka meg ne tudja.
kész is az utolsó adag. Kész is van az utolsó adag. Na, párolás kész. Megvan a három tárca, a következő pedig a csomagolás. Ja nem, előtte szárítunk. Előtte egy hét szárítunk. Utána pedig csomagolunk. És fagyasztunk. Csomagoljunk. Csomagoljunk, kész van, kiszáradt az anyag. Jó. Ja. Hoppa. Azokba csomagoljuk, amiből használtunk. Jaja. Na, tartod, az borítom, vagy hogy? Ja, meg rakunk abba is. A szebbeket. Kell neki Csalinak. Csalinak. Jó fűszeres illata van. Jobb, mint elég frissítő. Nem fél bele, csak még egy nem fél bele. Az papír csak. Papír, majd leállzik. Jó. Jó van ez. Csalinak. Csuda jó. A többit megbezacskózzuk. És azt mondtad, le akarod fagyasztani, nem? Igen, fagyasztunk utána. Lefagyasszok, nehogy megpróbáljam. De egy dolgot tudom, nem? Így néz ki szárítva. 5 napig száradt amúgy. 5 nap. Szívekkel lehet, szerintem. Nem bírom, nem tudom lenni. Kész egy zacsi. Berakjunk a nagyobb belőle. Aha. Második kanyag. Szerintem bele is fogok érni. Nem vagyok benne biztos. És a harmadik. Nem.
dirham nagyon négy. Harmadik. Nem miért kapom se. Szeretnék fogják hallgatni. Papír van, nem baj? Az nem baj, szerintem nem tudom. Jó, mi van? Három. Mérjünk. Kiló látszik meg szerint. Aha. Igen. Igen. Tehát legyen 650. Ez legyen 1,5. Ez majd 3 kiló. 3 kiló bolyó. Majd 3 kiló bolyó. Irány a fogyasztó is. Oké. Sziasztok! Sziasztok!